Móricz Zsigmond, válogatott elbeszélések. A világ végén már szép és jó. A tanya a világ közepén van. A tanya közepén a ház közepén kedves anyám, és körülötte 10 darab gyerek csipog. De a 4 éves kis Rozi csak állami gyerek. Az nincs benne a házban, a tanyában, az egész világban. Az bizony kívül van mindenen. A gyerekek közé csak ő maga férkőzik be, de azok tudják, hogy nem tartozik közéjük. Persze a kis Rozi nem tudja, mi az, hogy ő állami gyerek. Neki is az a mamája, aki a többinek. Úgy hívja, hogy kedves anyám. A többi gyerek is úgy hívja a vastag, nagy darab, fekete asszonyt, aki most kiadja a parancsot a számtalan gyereknek, hogy vetkőzni. Fürdés van, mert holnap után húsvét van. Meg kell fürödni valamennyinek. Mint egy mékas, úgy zsibognak. Mint egy madárfészek, úgy csiripolnak. Mint valami vásár, úgy szivakodnak. Lány ez valamennyi. 10 darab lány. Azért is béreltek állami gyereket, hogy ha már 10 lányt ingyen kell tartani, hadd legyen 1, amíg fizet. Kedves apám nincs itthon. Örülnek is neki, mert Tülkös bácsi oly égtelen dühös, hogy a felesége minden évben becsapta, folyton csak lányt dobott a szeme elébe, hogy italnak adta magát, és ha hazajön, csak ostorral jön, és sorra veri az egész hadat. Rozi le is tudna vetkőzni. De csak néz. Kicsit duzmaszkodva, hogy a kedves anyám vele egy cseppet se törődik. Senki se törődik vele. Mert a vetkezés olyan izgalmakat okoz, hogy éppen elég kinek-kinek. A legnagyobb lány 14 éves, a legkisebb még bölcsőben van. Rozi forma, 4 éves van még 2, az ikrek. A sok nevet ki tudná megtanulni. Még az anyjuk is össze-vissza cserélgeti. Sose tudja, még a Mari, még a Juli, Sári, Klári, Cicamaca. Ezek az ikrek. A 3 picinek még nincs is neve. Mit lehet egy fél éves gyereken szólítani? De csak az az egy az érdekes, hogy Rozi olyan kimondhatatlan jól érzi magát a testvérei között. Sokkal jobban, mint azok egymással. Ennek a kicsiségnek már van múltja. Nem első hely ez, ahol családot tanul ismerni. Rövid kis életében már a 3. helyen szopja a szülői szeretetet. Éppen azért csak neki fáj, hogy vele senki se foglalkozik. Se a kedves anyám, se a gyerekek, se Mari, se Juli, se Sári, se Klári. Ő csak áll oldalt, elbigyeztett szájjal, és várja, hogy hát ő vele mi lesz. A kedves anyám kijönti az üstből a forró vizet a nagykádba, amit behoztak kintről, s a leányok berakják egymást és saját magukat. Most olyan a kád, mint a szüreti puttony. Tele szőlő fürtel. De Rozi még mindig magában áll. Ott külön, s nem tudja, mi lesz vele. Az ujját a szájához dugja, s néz. Néz. A gerendás szobát felveri, szinte szétveti a lárma. A kedves anyám folyton kiabál. Ne kiabáljatok! Megbolondulok! S annál jobban kiabálnak, kacognak a vízben, és kiabálnak. Sok pucér lány. Marinak már akkora combja van, mint a kenyér. Dúzzog a kis Rozi, de nem mer beleszólni, mert így van ez az evésnél is. Ez a világ rendje. Megszokta ő azt már nagyon, hogy a kenyérből is csak akkor kap a végén, ha már mindenki kapott, és ha marad. Ha nem marad, akkor nem is kap. És nem sír, és nem kiabál, és nem követel. Ez valami titokzatos dolog, hogy az állami gyerek
az úgy megtanulja, hogy neki nem kell sírni, se kiabálni, se kérni, csak várni. S Rozi is vár, mint egy kis koldus a kapu előtt, míg valaki ki nem visz neki valami alamizsnát. Már ebben a parányi kis 4 éves lányban pontos érzék van a nincstelenség jogköre iránt. Neki joga van itt állani és végigvárni, míg a 10 gyerek megfürdik. Emlékszik, hogy már ő fürdött a télen is velük, és akkor még neki a kezére kellett verni a kedves anyámnak, hogy maradjon sorra. Most már nem kell. Nagyon régen volt ugyan, de nem felejtette el, hogy az ő szerepe az, hogy várjon. Hát vár. De nézni szabad. Egyél tejet! Szól rá a kedves anyám. Ott a tej! Igen, de Rozi csodálatos módon nem szereti a tejet. Nem kell neki. Nem, mondja dacosan. A kedves anyám folyton elfelejti, hogy melyik gyerek mit szeret. Hogy győzni ő fejben tartani, hogy az állami gyerek nem eszi meg a tejet? Mindig van, aki megeszi a részét, mire ő csak észre is venné. Nem kell a tej? Nem. Egye meg maga. Hogy a fene egye meg a gyomrodat? Ripakodik rá a kedves anyám, és rongyal kezdi súrolni egyik lányának nyakát, sőt, homokkal, olyan fekete, mint az üszővé. Lódulj ki! Kiált rá Rozira. Büntetni kell a gyereket. A gyereket folyton büntetni kell, mert másképp elszilajodik. Rozi nem mozdul. Ez olyan elvetemedett, ez az állami gyerek, hogy ennek nem lehet parancsolni. Nem takarod rögtön ki? S meglódítja. És a kislányka úgy kipenderül a megnyitott ajtón a hűvös konyhába, az se tudja, hol áll meg. Most aztán kint áll a pitvarban. Az ajtó be van zárva. Annak a kilincsét eléri, de már van benne annyi nevelés, hogy csak nézi a kilincset. Soká nézi, nézi, kitartóan, kis fekete szemeivel, csak néz, de nem nyúl hozzá. De hogy a tejet emlegették, éhes lesz. Nem teketúriázik, abban a percben megindul, ott hagyja a szoba ajtaját, és megy a kamrába. Annak madzag kilincse van, azt meghúzza, és az ajtó ettől a furcsaságtól, hogy az ember egy madzagot megránt, kinyílik. Rozi bemegy, és ott van a kenyér az orra előtt. Nagy fél kenyér. Oda megy, és 2 kis fekete kezével nekiáll, és belemarkol, és letöri a ducát. Sikerül. A markában marad a kenyér. Azzal fordul, és megy, és billeg, közönösen ballag, elmegy a szoba ajtó előtt, bentről hallja a nagy lármát, kacagást, visítást, és csak megy tovább. Hazamegy. A szalmába megy. Oda, ahol az este laktak. Mert az este részegen jött haza Tülkös bácsi. Alig tudott menni, nagyokat lépett, és a fejével folyton a falba ütötte magát, amit a kis Rozi a világon a legrendesebb dolognak tekintett érzett. Stülkös bácsi valami csuda dolgot kotort elő, amivel a búzát verték agyon a nyáron, a végén kis bot lóg a hosszú botról, és azzal a hosszúval kezdett ütni, s folyton csak a kedves anyámat verte és ütötte. És akkor a gyerekek, akik most úgy kacagnak, éppen úgy visítottak. Úgy sikított a 10 lány, mint 10 darab trombita. Csak a kis Rozi nem sikított. Kis Rozinak nem volt joga sikítani. Akkor is ő már aludt, de kedves anyám kiragadta a kuckóból, és kiszaladt vele az udvarra, pedig jó hideg volt, és elfutottak mind, mezitláb, a szérűbe, az udvar végébe, és bebújtak a szalnába, meg a szénába,
Ó, olyan nagy házak vannak ott az udvaron szénából. Nagyobb, mint amiben laknak. És akkor a lányok mind fészket csináltak a kazalban, és bebújtatták egymást. És sötét volt. És csak ugyan, Tülkös bácsi nem jött oda. Nem lelte meg őket. És ő is ott volt, bebújva Sárival egy lyukba. Még szerencse, hogy úgy aludt el, hogy róla semmi ruhát se vettek le. És a kis cipőjét nem húzták le. Ő csak aludt. De más nem történt vele. Így nem is fázott meg olyan nagyon. Hát most szaladt és szaladt, és ment haza a szalmaházba, és megkereste, de nem találta meg azt a fészket, ahol tegnap este bújtak. De nem is kereste, mert már védve érezte magát. És hozzá fogott megenni a cipót, amit hozott, a kenyérnek a tucát. És a kis állami gyerek, mint a kiskutya, ha lopott, vagy a kisegér, ha talált valami majszolnivalót, csak ott állott, és a fejét bedugta a szénába, és úgy rágicsált, és nagyon szerette mindig a kenyeret. Nagyon boldog volt, hogy kenyere van, és úgy ette, mintha az övé volna. Volt neki egy kis esze, olyan kis magához való esze, ha nagyon fiatal volt is. Tudta, hogy hol áll a kenyér, és törni is tudott magának. Ha nem is volt kése, meg ha lett volna, akkor se vágott volna, mert azt még nem tudott. Egész addig tartott az evés, míg a ház felől nagy lárma nem lett. Ez igen soká volt. A fürdés már befejeződött, és a kedves anyámnak valahogy eszébe jutott a kis Rozi. Kikiáltott a pitvarba, hogy gyere be! De onnan senki se felelt. Muszáj volt kimenni, és azonnal látta, hogy a kamra ajtaja nyitva van, mert a kicsinek még odáig nem ért a kis esze, hogy a nyomokat eltüntesse. Persze, kedves anyám azt is látta, hogy a kenyér meg van szentségtelenítve. És ebből már azt is tudta, merre kell keresni a kis Rozit. S csak ugyan egy perc, és a szalmakazalnál járt, s fogta a nyakát a kislánynak, és felemelte, mint egy békát, s megrázta, és nagyokat ütött rá, ahol érte. Az állami gyerekre. Nem fogsz megfürödni, mondta. Tól vagy disznó, most aztán büdös leszel húsvétra. És dögölj meg! De kis Rozi, kis állami védett, már ehhez hozzá volt szoktatva. Nem is lehetne az, hogy őtet ne verjék, őtet csak verik. Az már nem is fáj olyan nagyon, hogy visítson. Fáj, de már hozzá van szokva, el van rá készülve, hogy neki minden falat ételért bizonyos verést kell elszenvednie. Úgyhogy ő ilyenkor is csak hallgat, ha verik, mert minek sírjon, senki se vigasztalja meg, senki se menti meg, és nem is törüli le a könnyét. Az állami gyereket csak verik. Ő nem tudja még, mi az, hogy ő állami gyerek, csak nála ez a dolog technikája, hogy ha verik, nem sír. Ha ételt lel, megeszi. Ha ütik, hallgat. De most valami csoda történt. Megjelent a helyszínen az állam. A néni jött. A felügyelő néni, aki meg van bízva a kiadott lelencneknek, a gondozásával, és kijött most a tanyára, és megnézte, hogy a kis Rozival mi van, s mi lesz a húsvétkor. S véletlenül éppen rajta kapta, hogy a kedves anyám verte az állami gyereket. Ebből nagyon furcsa dolog lett. A szelíd és csöndes néni kiabálni kezdett, ellenben a nagy, fekete kedves anyám igen hallgatott. Azt hiszi, nincs más, akihez a gyereket odaadhatom, mondta a néni. Majd meglátja, hogy van. Hogy néz ki ez a gyerek? Hol vannak a ruhái? Hol vannak a ruháid? Rozi az ártatlanság zsenialitásával azt mondta. Kedves anyám mindig a cicára meg a macára adja. Mi az? Maga a macskákat hálatja a gyerek ruháiban? És a kedves anyám csak hallgatott. És a kis csodálatos megértette, hogy itt baj van. A néni buta. És azt hiszi, hogy azok valami macskák. Pedig azok az ő testvérei.
nem macska, jány. Aha, értette meg a néni. Maga a saját gyerekeire adja az állami ruhákat. Na jó, hogy tudom. Azonnal összeszedni minden ruhát, s a gyereket viszem. Éppen van egy jó helyem a számára bent a faluban. Nem volt mit tenni. Kedves anyámnak össze kellett szedni a ruhákat, és a néni kocsira rakta a kislányt, és egyszerűen elvitte magával. És a kis Rozi egy szót sem szólt. Már megint a nagy bölcsességénél maradt, hogy neki nem szabad megszólalni, ha róla intézkednek. És a kocsi végül is beért a faluba, és megállott egy szép ház előtt, ahonnan kijött egy piros arcú, kövér, vidám néni, és ölbe kapta a kis Rozit, és nagyon hálálkodott a néninek, hogy ilyen szép húsvéti ajándékot hozott neki. De kis Rozi már megint kívül érezte magát a világon, és újra hallgatott, és morózusan nézett apró, fekete szemeivel. Én kedves anyámhoz akarok menni, mondta, s letörülte az arcáról a csókokat. De a kövér néni csak nevetett, s bevitte a szobába, és nagy babát mutatott neki, hogy nézd csak, ez mind a tiéd lesz, ha itt maradsz. Ám ő egyre jobban gyanakodott, és a Jézusért sem hitte volna el, hogy neki nem kedves anyja a kedves anyja. Hiába mondták, hogy nem az szült tégedet, nincs neked anyád. Ez még jobban megrémítette és megharagította, hogy most ezek az idegenek el akarják rabolni az ő kedves anyját. Már a néni el is ment, és csak bíztatta utolsó szavával is a kövér nénit, hogy csak bánjon vele szépen, akkor majd meglátja, megszereti magát a kis Rozi. Kis Rozi nagyon el volt vigyeredve. Az a sok minden, ami ma történt, a fürdés, a sok mesztelen lánytestvér, a kenyér, a szalma, a verés, a néni, a szekér, ez sok volt neki egy nagy péntekre. Le foglak fektetni, kicsikém, úgyis rengeteg dolgom van, mondta a kövér néni, s lefektette kis Rozit egy nagy díványra, s betakarta úgy, ahogy volt, meleg kendőkkel. De kis Rozi csak hagyta, azzal a fifikus kis ravasz eszével, azt mondta magában. Csak eredj ki innen. És mikor a kövér néni kiment, ő abban a pillanatban felugrott, és minden habozás nélkül kifutott a szép szobából, a nagyhajú babák mellől, és ki az udvarra, s ki az utcára. És olyan kutya szerencséje volt, hogy senki se látta meg. Az egész faluban mindenki húsvétra készült, senki se volt az utcán, s kis Rozi mehetett, amer a szemével látott. És ő szaladt az úton, a poros országúton, és ment, amerre az út ment, míg csak ki nem ért a faluból. Akkor ment tovább, és csak ment, csak ment, csak ment, s látta az eget, ahogy a földre ért, és azt gondolta a gömbölyű kis eszével, hogy ott van a világ vége, és ott már jó lesz. És már néha azt hitte, hogy meg tudja fogni a kis kezével a világ végét, de újra jött az út mellett egy fa, aztán jött egy kút, és a világ vége nem akart ide érni. Addig-addig, hogy végén jött egy falu, amilyet ő még sose látott. De ő csak ment a kis lábain, pedig már olyan fáradt volt, hogy folyton megállott és fázott. Lila volt a szája, és lódbőrös az egész teste. De ő azt nem tudta, hogy mit jelent. Azt sem tudta, hány hét a világ. Egyszer csak megszólítja egy asszony. Hová mész, te kislány? Nagy, lompos kutyák voltak mindenfelé, és a kis Rozi meg volt szeppenve, csak nézett a nénire. Igen, de a néni hirtelen csak összecsapta a kezét. Én ismerem ezt a gyereket. Ez a tülkösné egyik lánya. Hogy kerülsz te ide? No, most jött a kis Rozi nagyszerű csalafinta esze. Nem merte megmondani, hogy elszöktem, hanem azt mondta. Bejöttünk kedves anyámmal a piacra, és kedves anyám elveszett. Kedves anyámhoz akarok menni. És most először egész nap
rázendítette a sírást. Igen, mert azt érezte, hogy most aztán csak a sírás segít rajta. Mert ha sír, nem kell beszélni. Ha sír, megsajnálják. S megteszik, amit kér. S ha sír, minden jó lesz. Mert a sírásról félnek az emberek. De persze csak idegenben, otthon nem fél senki attól, ha ő sír. Otthon nem érdemes sírni. Hát a sírás csak ugyan használt. A néni kézen fogta, s mikor megérezte, milyen hideg a kis Rozi kis keze, ölbe vette, a kötényével takargatta, és bevitte a maga házába. Ott lefektették, és faggatták, és sajnálták. És a ravasz kis Rozi elfogadott minden részvétet. Csak annyit árult el, hogy a világ végén jó. Senki sem értette. Éjszaka ott állt, s másnap reggel, húsvét szombatjának reggelén befogatott a bácsi a kocsijába, mert ezek is gazdagok voltak, és lovuk, szekerük volt, és nagy házuk, és kocsin vitték haza kedves anyámhoz. No, ott nagy zsivallyal rohantak rá a gyerekek, és még a kedves anyám is furcsán nevetve pislogott rá. Na, te rossz kutya! Letöröd még egyszer a kenyérnek a pilléjét! Tudja, komám asszony, annyit kap, ami belefér, és megszökött a disznó a fürdetés elől a szalmakazalba, és ott zabálta a kenyeret. Csak kitapodni a belét az ilyen állami kölyöknek! Evel lehajolt kis Rozihoz, és megtörülte az arcocskáját. De azért nem állotta meg, hogy egyet ne düffentsen a kicsi hátán. Kis Rozi felesett, s meglátta a kapun keresztül a távolban az ég alját. Nagyon csodálkozott, hogy itt is van világ vége. Még itt lakott, nem is vette észre. Na jó, itthon, te nyavajás! Nyújtotta ki az ujját, s a távolba mutatott. Mi az ott? Ott. Ott. Nem merte kimondani, hogy ott jobb. A világ végén. Ott jó lehet.